Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Itt vagyunk a nemrég átadott Angyalföld vasútállomás villamos megállóban, és majd később itt az Angyalföldre kiágazó Váci út iparvágányt, illetve a vizafogóidnak hívják pontosabban, azt fogom majd bejárni. Ez lesz a mai videóm témája is. Hát itt mögöttem látható ugye a friss átadott busz megálló, és ugye ez lesz az új kapcsolat, ez azért kiépített új megálló, mert itt az esztergomi vasútvonalhoz fog csatlakozni. Illetve egy néhány napja vagy körülbelül, talán egy hete, hogyha átadták. És ugye lemutatom akkor a megállót is. Ugye. 12, hát most jelenleg 12 meg 14 M az, amelyik itt megáll. Egyébként 12-es meg 14-es az régebben, és ugye ott a távolban látszik az angyalföldi kocsiszín. Tehát igazából ez így kicsit így érthetetlen, hogy ilyen közel, tehát ide adták ezt a megállót, de meghagyták a korábbiakat is. Tehát látszik, hogy körülbelül ennyi, tehát ez egy, hát így ránézésre maximum egy ilyen 100 méter, vagy lehet, hogy még annyi se, a következő megálló, és az előző megálló meg ott az aluljárónak a túloldalán van, a Gyöngyösi utca, tehát az sincs ilyen nagyon messze, tehát látszik, most ott van a villamos, ott áll meg, ott van a megálló. Tehát ez viszonylag közel van a két meg így egymáshoz, de hát végül is, hogyha lesz utasforgalom, akkor így belefér, mert az Őrsön is van olyan megálló, így az Uglói meg Kőbányai oldalon, ami 50 méterre sincs egymástól, de mégis mind a kettőnek van forgalma, közben megérkezik egy 12-em, egy szokásosan egy 3-as tárcaszerelvény. És hát ugye itt legalább ezt a megállót is be tudom mutatni, és egyébként hát a feljáró az valahol ott van. Vagyis hát nem, a túloldalt, amit mondtam, hogy a villamos. Úgyis erre kell menni, de majd megmutatom, hogyha elment a szerelvény, akkor majd látni fogjátok. És egyébként nagy a forgalom is itt, az autók azok nagyon mennek. Emiatt az alapza is nagy, hát nem tudom, hogy a felvételben mi fog látszani, vagy hallatszani, összesabban. Nem ébredtem még fel teljes egészébe. Mert is ilyen hirtelen jött ötlet volt, hogy akkor most kijövök ide videózni. Hol lehet itt fölmenni? Na nem áll. Szerintem itt el van kerítve. Na mindegy, majd valahol fölmászok. Egyébként itt van a felújított angyalföldi vasútállomás, majd ezt is meg fogom mutatni. Csak az előbb föl kéne jutni. Na túloldalt láttam egy lépcsőt, úgyhogy szerintem elsétálok oda és majd ott. Hogy a fasz, szerintem ott van valami. De ott van a feljáró. Aha. Hát itt át kell menni az úton, majd. És ott lesz. Oké. Okay. Legalább ezt is megtudtuk. Ja, igen, ide épült egy ilyen jelzőlámpa. Igen. Ilyen gombnyomós fajta, és akkor ezen lehet átmenni. Közben eljöttem ide, és valóban itt van egy feljáró. A lift is van. Még az is lehet, hogy működik. Hát, működik? Üzemen kívül, hát szokásos, mávos dolog, hogy a liftet megcsináljuk, de nem adjuk át és nem is üzemeltetjük. Hát hány ilyen vasútállomást tudnék most térkapásból felsorolni, ahol soha egy percet nem működött a liftja, egyébként legalább én is benne leszek a videóba. Pedig ebben megnyomtam, ja, persze, nyilván is még beüzemelve, hát nem is fog jönni. Reméljük ez majd azért még fog változni. Igen. Ugyanaz volt egyébként a 30-as vonalnál is, amikor ugye átépítették, ugye Fehérvárig az egészet. Majdnem mindenhova épült lift, és nagyon sokáig nem működött, csak Kelenföldön. De most is van ilyen állomás, mint a Albert fal meg Budafok, ahol még mindig nem megy. És az Albert fal, tudom, hogy soha nem is működött egy percig sem. De például a Budafokon ott volt időszak, mikor ment, csak aztán elromlott, és aztán szaltak rá, és nem csinálták meg. Többi állomáson, hol működik, hol nem. Hát, nem lett olyan valami összeg a átjáró se. Pénztárgya, itt is van egy lift, de nyilván még ez is üzemen kívül van. Hát az Albert falva is így néz ki még ez a nejlomborítása, minden rajta van. Mert még be van csomagolva még. Mondhatni, még ki se csomagolták az ajándékot. Meg a szokásos feljáró, oké, hogy
nagyon helyesen csináltak vályukat a bicikliknek, hogy itt azért könnyebb föltolni. De ugye nem biztos, hogy befér a liftbe. Meg is sokkal gyorsabb is, pláne, hogyha nem működik a lift, akkor azért még nem kell fölcipelni. De jó. És itt az új peron. Az angyalföldi. Szóval nézzük meg. Ez a régi épület megmaradt, ezt már nyáron is néztem, hogy vajon meghagyják-e vagy sem, de például a bizbelt azt ide be lehet rakni, úgyhogy ilyen szempontból azért nem haszontalan. És azért van itt még egy másik épület, vagyis hát a másik peron. Ezt megmutatom még. És itt a peron vége. Tehát ez a szokásos, ilyen viakorodos SK55-ös peron. SK55 azt jelenti, hogy a sínkoronától, tehát ott a vasúti sín tetejétől számítva még 55 centi. Szóval általában ugye az alacsony padlós vonatoknak ez a standard magasság, hogy így gyakorlatilag szintbe be lehet lépni. És hát itt meg különböző buszok vannak. Szerintem a Volán busz depózik itt. Hát ha nem lenne ilyen hótkosz, akkor még a rendszámát is látnám. A PCT, hát ezek az új Mercedes buszok. Még egy AXH. Na ott van még, ennek is a rendszámát meg tudjuk nézni így. PEP. Hát akkor ezek is a P betűsök, azok már újak. Hát ott szerintem a Volánbusz depóz buszokat. És hát igen, Angyalföldön vagyunk. Egyébként a mi videóknak a témája az iparvágány kiágazás. Ha meghagyták így felújítás után, az arra van. Mert úgy tudom, hogy egy részét még használják. Itt az angyalföldi erőmű például, meg nem, még használja. Szóval maga, nem minden, majd mesélek akkor a vízafogóvágány történetéről, hogyha már ott vagyok. Egyébként ott a háttérben, ahol az a kocsi elment, annál az átjárónál volt régen a kiágazás. Hát maga a felvételi épület az nem változott semmit. Így úgy látom, hogy nagyon hozzá se nyúltak. Mert igazából ez annyira rossz állapotban nem volt. Viszont kapott egy kiadógépet. Reméljük, hogy ezt a jobb fajtát, ami az E-vonat jegyet is tudja kezelni. Ezt mindjárt megnézem még az ilyen. Majd kimegyek ide az utcafrontra és onnan is. Hát neveznék az egyszerűbbik fajta, amivel megvannak ezek az előre betáplált ugye állomások, hogy onnan tud jegyet kiadni. Viszont szerintem más nem is tud ez a... Tehát olyat ebben nem lehet, mint egy normális jegykiadóban, hogy beütem, hogy hova akarok menni, és akkor oda kiadja. Ez csak ezekre az állomásokra tud kiadni. Hát ezt még nem értem, hogy miért ezt tették ide, mert ennél már van modernebb, ami elfogadja a PayPass kártyát, bármit beadhatsz neki, hogy több útirányt is, és egész jól kezeli ezt, a 8-on akarok átszállni, mert meg össze-vissza utazgatni szémű témákat is. Hát de mindegy, ide ez jutott. Akkor mi nézzük? Ja, hát igen, itt már itt van az új kapcsolókeret, ugye ez nem volt villamosított korábban, most már az lett. És ebből is sebáig már jár is villanyvonat, úgyhogy ez üzemben is van helyezve. Jaj, nem tudok kimenni az utcára. Na mindegy. Akkor majd visszajövünk. Hát ez meg itt a depó. Azért még nincs vége a felújításnak, azért még hosszú sinek, talpfák, vannak itt még minden, ami ugye, vagy kiszedett, vagy visszalakott, vagy... Én amíg elmegyek ide a peron végéig, azt mi bemutatom. Na közben elgyalogoltam ide a peron végéig, hát ugye látszik, hogy eddig szabad jönni. És itt már előrelátóan le is zárták így a végét, hogy ne mászkálj ide be senki a lakodóra. Hát ugye itt vannak a feldepózott anyagok, szerintem ezek a tartalmakat azokat inkább kiszedték a régi vonalból, viszont mi vannak peronelemek, és majd ha visszasétáltam a végén, akkor majd megmutatom nektek, hogy szerintem az mi lehet. Ugye itt klasszikus figyelmeztetések, és szerintem szerencsénk lesz az iparvágánnyal is, mert hogy úgy látom, hogy még ott van. Beépült ide egy új vágány kapcsolat, de szerintem még ott a vágány. Ott az átjáró, addig lehet menni, és az a kék izé a háttérben az már a Tesco. Annak is van egyébként jelentősége,
hogy ez a Tesco ott van, de majd mindent a maga idejében. Ingyen, de ugye, tehát itt a jó hosszú peron megépült, az addig oké. És azért meghagytak még több régi épületet is, ami már funkcióját vesztette, hát ez itt már biztos. De még lehet, hogy... Hogyha ugye gondolom, hogy azért is, mert nem volt útban, akkor minek bontsák el, hát... Még majd máshol is dolgozhattak volna, így például a Fehérváron, ahol ugye az egyedülálló, vagy Magyarországon ugye egyedülálló irányító tornyot bontották el, pedig nem volt indokolt. Meg lehetett volna tartani az átépítés mellett is, de nem. Meg ugye volt sok ilyen helyen, hogy például a vasúti vadházakat is bontottak el a 120-asnál. Még olyat is, ami távolabb volt a sinektől, csak ugye aluljáró épült mellé, és akkor mennie kellett. Még igaz, hogy olyan is volt, amit meghagytak. Na szóval ez az épület itt, ez egy vasúti épület, ez egy úgynevezett vágánymérleg, azt hiszem így hívják, ez annak az épülete volt. Tehát itt előtte volt egy rakodóvágány, és abban volt beépítve egy ilyen mérlegszerű valami, és akkor itt azt innen kezelték az ilyen épületből. Tehát itt a tehervonatokat azért másolták le. Ezt arra használták. Ezt a kis akármit, hát. Most mondtak be egy késett vonatot. Hát ez innen. A berendezés már rég nincsen meg, úgy látom. Magát az épületet kiperezték, viszont ott az alján látszik az a rés, tehát hogy ott volt valahogy bekötve ez a műszer, és akkor ugye az előtte lévő tehervágány, vagy volt egy mellékvágány, amivel a tehervonatokat betolták, és azon volt a mérleg, és innen kezelték ebből az épületből, itt volt egy készülék, és az tudta pontosan lemérni, hogy milyen súlyú a tehervonat. Hogy ugye lehet-e még belerakodni, vagy nem, mert ugye ez volt a régi rakodó, az azért látszik, tehát ez a macskaköves, valamiért ez volt az árulakodó. Aztán ez is vasúti épület volt, de hogy pontosan micsoda, azt így nem tudom megmondani. Ez lehetett egy melléképület, áruraktár is, WC is lehetett beszélni, ez inkább áruraktár volt. Irányézésre, vagy valami egyéb ilyen sufni, ahol vasúti dolgokat tároltak, jelzőtáblákat, meg ilyesmiket. Hát ezt ember nem tudná, most így hirtelen azért nem látszik, de hát ez egy ilyen szabványos vasúti épület, vakolat díszekkel, mindennel. Hát, hogy ez pontosan mi volt, ezt senki nem tudja. Neked legalábbis így, hogy már nem használják, így nem látszik, és bármi lehetett. Ez inkább így mondom, mert nyilván van valaki, aki tudja, remélhetően a kommentben meg is fogja írni. És itt az érdekesség még, hogy ugye megépült eddig a peron, meg a túloldalt is, viszont itt ennél a szolgálati átjárónál nem. Tehát lehet, hogy ezt még nem fejezték be, és akkor ide még fog épülni. Mert jó, az a logikus, hogy itt is lenne viakolod, és ez végigépülne, de itt valamiért ezt a részt eddig kihagyták. Tehát mintha nem lenne befejezve középen. De lehet, hogy csak azért, mert itt munkagépek, meg teherautók jártak át, és nekik hagyták szabadon, de ez elég érdekesen van itt abba hagyva. Tehát szerintem ezt itt még be fogják fejezni, tehát ott látszik, hogy itt ebbe a kis lukba itt nem épült meg a peron. És ott a peron végese úgy néz ki, hogy ez direkt ilyennek szánták. Tehát szerintem ezt így be fogják fejezni, csak mikor. És akkor valószínűleg ez szolgálati átjáróként működik. Vagy meg egyébként is mondja, csak itt lehet átmenni a hátsóra. Az aluljáró, még az aluljáró már lehet, de ez így gondolkodom, és mindenki itt jár át. Ameddig az aluljárót át nem adják teljesen, meg nem épül itt meg minden. Úgyhogy igen, itt tartunk, és majd arrafele fogunk menni, de majd az utcán most már. Egyszerűen át kell sétálni addig az útátjáróig, és majd ott követem az iparvágányt. Amit én megakartam, hogy tegyük adni ezt a tábla itt, tehát, hogy meghagyták még a feliratot is még a régit, mert a Budapest Angyalföld. És én már hivatalosan az állomásnál már évek óta csak Angyalföld. Már 5-6 éve legalább az ilyen Budapest erőtagot minden állomásból kiszedték, és ott már az új is van. De valami az épületen még ott maradt a régi, szerintem azért már ugye nem is nyúltak hozzá. És így hirtelen, hát most fog jönni majd Esztergom fel egy vonat, de az több mint egy órát késik, úgyhogy ezt nem fogom megvárni. Egy jól inkább megyünk
iparvágányt keresni. Itt van az utcafronti képe az állomásnak. Ezen se látszik, hogy nagyon felújították volna, viszont itt is. Hát jártok, még a Budapest Angyalföld filat ott van. Ugye ott a... Ezen a részen már régóta kocsma van, azonban ez így is fog maradni a felújítás után is. Még az nem baj, ha egy állomásnak van a restéje. És akkor errefele kell menni. Jó, még az a bicikli út, tehát majd a járdán.